Ez még csak a készülődés. A zsűritagok egyeztetnek a részletekről. Van, aki már több egyszerre elnököl a zsűriben. Kubik Anna, Kossuth Díjas színművész idén is örömmel fogadta a szervezők felkérését. Azóta már sok helyen sokszor zsűriztem, máshol is, más városokban is, Budapesten is, különböző középiskolákban, gimnáziumokban, általános iskolában is, és mindig is az volt a véleményem, hogy itt egy nagyon erős hagyománya van a versmondásnak, és az egyik legjobb mezőny az országban szerintem. És van, aki először vesz részt a versőnev zsűriének munkájában. Tóth Auguszta saját bevallása szerint is kissé izgult a verseny előtt. Én nagyon izgulok, mert én ezt nagyon felelősségteljes feladatként élem meg ebben a pillanatban. Ifjú hölgyek és ifjú emberek fognak elénk állni, és az ő hitüket és az ő tudásukat fogják nekünk megmutatni, és attól függ, hogy milyen állapotban lesznek, hogyha azt gondolom, hogy mi nyugodtak leszünk, és kedvesek, és bölcsek, akkor ők megnyugszanak. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban, párnák közt halni meg. Az első elődöntőn 11 vers szerető diák mutatta meg magát, közülük a legbátrabb Sándor Zoltán volt, hiszen elsőként lépett a Szent István Művelődési Ház színpadára. Kicsit így jobban izgulok, mert elsőként szerintem még nagyon soha nem léptem föl, úgyhogy reménykedtem, hogy legalább másodikként indulok így, de nem jött össze. Tehát végülis te nyitod a versen. Igen. Itt különösebb baj nem lesz, csak így meg kell szokni most, hogy ilyen is van, hogy egyszer én kezdek. A versünnep, ahogy nevében is benne van, ünnep. A költészet a fiatalság ünnepe. De nem titkolt szándék emellett a tehetségkutatás is. Én azt gondolom, hogy az a történet, ami 3 évvel ezelőtt elindult, az nagyon pozitív hatással van a fiatalokra, rendkívül megmozgatja az ifjúságot, és láthatjuk ennek mindennapi jeleit, hiszen azok a versenyzők, akik az elmúlt 2 évben is részt vettek, ők rendszeresen láthatók Székesfehérváron, ünnepségeken, különböző megmozdulásokon. A versünnep egy hét múlva folytatódik a második előválogatóval. A döntőre április 14-én kerül sor, ez immár hagyományosan része a város költészet napi ünnepségeinek is.